Volt, aki nem bízta a véletlenre, és tűzoltó ruhában érkezett a Tűzoltóság gyermeknapi rendezvényére Székesfehérvárra. A nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvényen az érdeklődők kívül belül megtekinthették a Tűzoltóság járműveit, valamint a különböző eszközöket és felszereléseket. Minden egyes gépjárművel kiállunk, meg tudják a gyerekek és a felnőttek ezt nézni. Ezen kívül készülünk még puttonyfecskendővel, ahol célba lehet lőni a gyermekeknek. Lehet sugárcsővel lőni esetleg, hogyha az érdekes a felnőtteknek, gyerekeknek, illetve kivannak állítva az összes különleges szerünk is, amivel statikus bemutatót tartunk a kedves érdeklődőknek. A legnagyobb érdeklődés a játékos formában kipróbálható tűzoltósági eszközöknél volt. Ezeket egy kis sorbanállás után bárki kipróbálhatta, aki arra vágyott, hogy igazi tűzoltónak érezhesse magát. A tűzoltó csúszda, ami nagyon érdekes a gyerekeknek. Ezen kívül ugye óránként van próbariasztás, itt ugye meg tudják nézni, hogy öltöznek be a tűzoltók, illetve itt most nagyon tetszik nekik a különböző védőfelszerelések, eszközöknek a használata. A bemutatók sikerének köszönhetően minden bizonnyal a jövőben is biztosítva lesz a Tűzoltóság megfelelő számú állománya, és talán nem túlzás azt állítani, hogy az itt jelenlévő gyerekek közül a jövőben többen is a tűzoltó szakmát fogják választani hivatásul.